Ez a birodalom, ez 1998-ban nyitott, nyitottunk egy üzletház felével. Megterveztettünk egy üzletházat, amiben ABC, zöldséges, étterem, fagyizó és egy panzió volt megtervezve. És mivel hogy nagy falat lett volna egyszerre, a felét kértünk csak építésre, illetve engedélyeztetésre, és 98 nyarán megnyitottuk az ABC részt, de a vendéglői rész fölépült, csak nem tudtuk megnyitani, mert annyi pénzünk már nem volt, és arra 6 évet vártunk, tehát 6 évig kellett még gyúrnunk, azért, hogy a vendéglői részt kiképezzük, mert a vendéglő ugyanannyiba került, mint az egész épület felépítése, tehát a beépítése, ugye sok technikával, a belső építészettel, minden, de nem baj, hogy vártunk, mert így végül is olyan csináltunk, amiért mi szerettünk volna. És 98-tól csináltuk ezt 2012-ig, amikor kiírtak egy pályázatot, amiben végre balatonpartiak is tudtunk pályázni. Megpályáztunk egy 1000 négyzetméteres ABC építését, ami ugye a CBA segítségével egy prima üzlet, házlánchoz tartozó üzletet csináltunk. Nagyon-nagyon sokat segítettek nekünk a CBA-tól. Közben CBA-ban is tulajdonos lettem, és így, mint tulajdonos, több segítséget, támogatást kaptam meg. És 2014 pünkös péntekén megnyitottuk az új ABC-t, hatalmas nagy örömünkre, 60. születésnapomra, ez volt a leendék. Hála Isten, nagyon jól gondolkodtunk. Az 1000 négyzetméteres ABC kicsinek bizonyult. Kicsivel nagyobbat kellett volna csinálni a nyári forgalom miatt, mi a nyárból élünk meg. Azért mi a forgalomnak a 75%-át nyáron csináljuk. Mivel egy olyan választékű üzletet építettünk, amitől elég nagy körből járnak hozzánk vásárolni, ezért ez a létfenntartó, tehát ő tart fel. Az étteremmel jó így együtt, közösen megcsinálni, de maga az étterem az, mivel hogy a főszezonból kell egész télen megélni, hát jó, hogy nullszardósra kijön évesen. A mi vállalkozásunk elejétől fogva arra épült, hogy család csinálja. Gondolkodtam bérbeadáson is, de nem szívesen. Nem tudom eltagolni, nem tudom elszakaszolni az üzletet. Annyira úgy egybeépítettük direkt azért, hogy a család fogja csinálni. Belemélyedt egy kicsit a fiam is ezekbe dolgozva, ő ugye közgazdaságtudományi egyetemet végzett Pécsen, Budapesten turizmus vendéglátást tanult, és azt mondták, hogy inkább csinálják ezt, nem mennek el máshova. És akkor a lányom is turizmus vendéglátást Győrbe tanult, és mellette megcsináltam most a mestervizsgát azért, hogy tanulókkal is tudjunk foglalkozni. Ja, és a menyem, így kikerekedik a dolog. Csak nővezető van, 4 vezető van az üzletbe, fiúk a beosztottak. Az étteremhez fűszerkertünk van, a zöldséggyümölcsön az Alföldről érkezik. Mi vagyunk az országban az első vidék minősége védjegyes üzlet. Ez azt jelenti, hogy 40 kilométeres körzetben felvásárolhatjuk a terményeket, illetve a kézműves termékeket is. Mivel hogy itt nem olyan túl sok mindent termelnek, és mivel mi voltunk az első, kaptunk egy olyan engedélyt, hogy az egész országban megvehetjük azt, ami helyben nem termelődik. De ha helyben termelődik, akkor azt természetesen nem hozhatjuk Békés Csabáról. Ugye, mint mondtuk, ugye a szlogenünkben is van, hogy helyit eszem, helyitől veszem, mert helyén az eszem. Ez nagyon jól működik. Hát a július vége óta helyi szőlőt árulunk, csak helyi szőlőt árulunk. És egészen október, míg szület van, addig azt fogjuk állni. És tudják, ha túlsó parton jönnek, hát rekesztán viszik a szőlőt. De az így dukál. Ugye most már helyi mandulánk is lesz, helyi boraink, ugye, van többféle helyi bor, ami itt terem, ez a bor is 30 évig nem volt kifagyott, most termelődött újra, és már palacban van, és imádják a vásárlók. Ebben az évben megkaptuk a szupermarket kategóriába az év üzlete címet. Hát nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy egyetünk, erre a fiam pályázott. Ugye a mi pályázatunk arról szólt, a helyi termékek
hogy képviselik magukat az üzletben, hogy hagyjuk, és pont ez a vidékminősége V1-es termékekkel, a helyi termékeket, hogy helyezzük el, milyen kiemelt polcokon van, mennyire figyelünk oda, piacot létesítettünk neki, tehát ez tetszett az elbíráló bizottságnak, tehát egy budapesti üzlet kapta meg mi kaptuk meg ugye ebbe az évbe, nagyon örültem neki, nagyon szép születésnapi ajándék volt. Nagyon el kellene ide egy panzió. Van panzió a faluban, nem az út mellett. Nagyon sok nyaraló tulajdonos nyárra vagy térre levisztelenít. És de lejönnének térre is. És ők vennének ki ilyen egy-két napra szállást, hogy a saját telkükön el vannak, de mégis itt megvan a teljes ellátás, azért melegvíz, fürdés, hasonló, meg szeretik a falut. És ezzel gondolva másodszor a személyzeti gond megoldására, tehát már a környéken nem kapunk személyzetet. Muszáj lesz építeni egy olyan szállós lehetőséget, ahol dolgozókat is be tudom tenni. És akkor emellett pedig vannak az átutazó emberek, akik eljönnek egy borkóstolóra, de itt nem tudnak tovább menni, azonnal tudunk adni szállást. De többször kérdezték, majd lejönnének egy bortúrára, hogy egy hétre tudnánk-e szállást adni. Mert ez központi helyen van, könnyen elérhető, én ebbe gondolkodok még, ha lesz majd ilyen lehetőségünk, megcsináljuk. Nagyon fontos számunkra az, hogy a kamaránál is elismerik a munkánkat, és nem csak a kamaránál, hanem a fogyasztóvédelemnél is. Amikor pozitív listára kerültünk, az is egy nagyon-nagyon szép év volt, vagy amikor megkaptuk a védnöki táblát, az is nagyon szép volt. Nagyon örültem neki, amikor a kamara behívott vezetőségi tagnak. De a kamara sokat segít, mert kamara, én úgy érzem, hogy nagyon képviseli a kamarai tagoknak az érdekeit, és én azért szeretek velük együtt dolgozni.